Köszönjük a kedves tévénézőket ezen a szép hétfő estén. Tegnap volt pünkös vasárnap, de még ma is ugye ünnepek vannak. Este 8 óra van és kezdetét veszi a Szentliga 14. szezonjának második versenyhétvégéje. A helyszín ezúttal Szepáng lesz. Jó magam, Fáj András vagyok, kommentátor társam Tóth Dániel. Hello, sziasztok! Nos, ugye múlt héten rendezték meg a nyitó futamot, ahol hát volt egy kisebb-nagyobb rajtbaleset, de azért az izgalmak nem maradtak el, csak úgy, mint a büntetések, hiszen néhány büntetés ki lett osztva, van néhány hiányzónk, illetve van némi információnk arról, hogy hogyan is zárult a hétvégi szabadedzés, amit Péterfi Árpád nyert Szabó Lóránt és Szonda Hunor előtt. Közülük Szonda Hunor és Péter Fárpád itt lesz, Szabó Lóránt pedig egyetemi elfoglaltságok miatt nem lesz itt, csak úgy, mint Okos Zsolt, illetve Kisnemet István és Sebestyén Béla sem fog ma rajthoz állni. Ők négyen tehát a biztos hiányzók, a többi versenyző pedig, ahogy látom, azért itt van, hiszen elég sokan vagyunk ismételten. Egy kicsit beszélnék a büntetésekről, miközben egy felvezető kört róják a srácok. Albert Sándor, amiért ugye Fekete Lehet több körön keresztül feltartotta, ugye lekörözöttként plusz 5 helyet kapott, tehát ahol majd végez az időmérő edzésen, ahhoz hozzá kell tenni majd még 5 kört. Szonda Hunor a box utcából fog rajtolni, hiszen balesetet okozott a rajtnál. Dumitru Florin szintén boxból fog majd rajtolni, ő az első körben forgatta ki Szabó Csabát és nem várta vissza. Aztán Hatházi Vilmos agresszív, figyelmetlen vezetés miatt figyelmeztetésben részesült, erről nem tudok bővebb információt mondani, nem véltem túl agresszívnak, én személy szerint. Fegyverbotont pedig a 30 körös limitet nem futotta meg, ezért szintén box utcából rajtól. És ugye a Q1 zajlik 15 perc, a top 10 megy majd ugye a Q2-be, avagy a ligán belül Q3-ba. Mert kollégám később ismertetni fogja, hogy hogyan is a jelenleg a bajnokság állása egyén, illetve csapat terén. Hát nézzünk egy kört Péterfi Árpáddal. Hiszen ő kezd meg a gyors kört. Az első hétvégén már beszéltünk itt új csapatfelállásokról, gumikeverékekről, az újításokról a ligában, tehát ezeket a dolgokat már nem fogjuk felsorolni. Azt nézem, hogy van-e esetleg új pilóta, aki az előző hétvégén nem volt, talán horvátas az. Ha jól láttam, hogy itt volt, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Egyébként 42 körös lesz majd a Szepángi nagydíj. Igen, horvátas itt van. Vörös Angyalok színében. Fejből most így nem tudom, 16 pilóta lehet talán itt. Így van. Úgyhogy a négy jelzót hozzáadnak, akkor 20 versenyző lenne jelen. Azt gondolom, ez a 16 is szép szám. Most mivel elég széles pályáról van szó, hát bízunk benne, hogy a rajtbaleset azért elkerülhető lesz. Egyébként Kopecky Kálmánnál ugye megjegyeztük, hogy furcsán vezeti az autót, hát kiderült, hogy G27-tel megy és teljes force feedback, ami ugye annyit akar, hogy hát rángatja a kormányt, ugye a valós erővisszacsatolás próbálja nyújtani, és ezért ment úgy, ahogy, tehát ezért tűnt annak, hogy rángatja azt a bizonyos kormányt, hogy billentyű vagy gamepaddal megy, most már tudjuk, hogy miért megy úgy. Péterfi Árpád közben a leggyorsabb kör 1.34.8.19-el. Lukács a második, Vargyasi a harmadik, Fekete Lel a negyedik, aztán Hatházi Dumitru, aztán itt a 7. Szabó Csaba, 8. Fazekas Levente, 9. Győrkovács János, 10. és utolsó bejutó Nagy Kopecky Kálmán jelenleg. Hát eddig gyorsan elmondom a bajnokság állását. Egy futam elteltével, Vargyasi itt a második vezet. Második lett Hatházi Vilmos, így a szonda büntetéséből fakadóan.
Szonda harmadik, negyedik Péter Fárpád, ötödik Okány Szabolcs, hatodik Fekete Lel, hetedik Najko Pecikám, a nyolcadik Mence Alfred, kilencedik Kisnyilva Tisán és tizedik Szabó Csaba, ez a top 10. Ja, a csapatbajnoks, hát az úgy néz ki, hogy FSR vezet 105 ponttal, második Bluebird Racing 89 ponttal, harmadik a Point Team 58 ponttal, negyedik a Sepsi Sim Sport 46 ponttal, ötödik a Red Vipers 31 ponttal, hatodik Star Racing Team 18 ponttal, hetedik Vörös Angyalok 1 ponttal, és hatodik helyen állnak az Angry Birds. What? No, közben azért futják a srácok a köröket. Hatházi van a képernyőn, de nem éppen a legjobb körideje lesz ez most. Péterfi továbbra is az élen. Hatházi jön a boxba, több mint 9 perc van még hátra, úgyhogy bőven van ideje futni a versenyzőknek még köröket. Na és a Vörös Angyaloknak az autóját elcsípem egy kicsit. Talán őket még nem is láttuk a nyitó futamon. Most megcsodálhatjuk fegyverbotond autóját, ami elég szépen néz ki. Nézzünk is vele egy gyors kört itt a 14. helyen, ami egyébként talán egy McLaren Mercedesre épülő. Így van, fehér színű gumi, rajta keményebb keverék van, valószínűleg így a boxból rajtolás miatt. Igazándiból a gumikkal annyira nem fogunk foglalkozni, hiszen a gumiplugin nem működik, nem használják, csak amit semmilyen fajta plugin, tehát DRS és KERS rendszer sincsen, nem is valószínű, hogy lesz. Pusztán a setup és a versenyző tudása fog majd dönteni. Most fog ráfordulni a célegyenesre, és akkor megkezdi a mért körét. Én most azt gondolhatják sokan, hogy minek megy kört, ugye úgyis majd a box utcáról fog rajtolni, teljesen értető és hasznos dolog. Egyébként tapasztalatszerzés még pluszban így a pályával kapcsolatban. Azért minden megtett kör plusz információt ad a versenyzőknek, úgyhogy ezért is van, hogy azok a versenyzők is köröznek, akik büntetésben részesülnek. Alig több mint 3 tizedbe, és hát majdnem 4 tizedbe. Ez azért jó. Biztató lehet neki így a keményebb keverékű gumikkal. Attól függetlenül, hogy hátulról fog majd indulni. És elég szépen hibátlanul vezet. Feltűnt egy pillanatra egyébként itt a plakátokon a top info is. Egy Erdélyben, egy, itt kint Romániában egy újságnak a logója, akik szponzorálják még a Szentligát. 4 tized maradt a középsőben, ez nagyon jó. Hát bánhatja, hogy nincs meg a limit, hiszen ebben abszolút továbbjutó top 10-be is. Hát a utolsó időmérőt abban is azért bizakodhatott volna ebben az idővel. Nézzük itt fordulra a célegyenesre, mert mondjuk ez az idő 1.35.5.7, hát ez egy kicsit kapott itt. De nem volt ez olyan rossz kör. Na, Szonda a második, Kopecki Kámen a harmadik, negyedik helyen Fegyverbotond, ugye ötödik Lukács, aki most gyors körön van, úgyhogy nézzünk is vele egy kört. Miközben Vargyas jön fel az ötödik helyre. Györkvács János a hetedik, Fekete Lele a nyolcadik, Monár Miklós a kilencedik, és Dumitru Florin az utolsó bejutó helyen, azaz a tizedik helyen. Közben Péter javított az idején egy tizeddel.
Hatházi pedig a negyedik helyre jön föl. Hát kicsit jobban fekszik neki ez a pálya, mint Melbourne. Itt Dumitru Florin kiesik, Molnár Miklós az utolsó bejutó. Hát azért könnyen lehet, hogy búcsúzunk egy nagy névtől majd. Fencen Alfred közben, 8. helyén föl, így Fekete Lehel az utolsó továbbjutó helyen. Lukács pedig 4 tizedre van Péter Fitől. Hát Fekete Lehelnek azért nyomni kell. Nem szeretne kipottyanni. Hatházi is egy nagyon jó körön van a negyedik helyen. Ójjaj. Pedig Hatházinak az már azért biztos, hogy továbbjutó. Rossz is volt a kigyorsítás, úgyhogy ez a kör az kuka. Lukács a hetedik, hát ez nem olyan jó kör. Nézzük talán Fekete Lehelt. Most fog mérkőt kezdeni. Egy újabb mérkőt, nézzük ez mire lesz majd elég. Ójjajajajaj, semmire. Főleg, hogy boxba jön, megzavart egy pillanatra itt a kép, ugyanis célegyenesbe láttam, de jön a boxba be, valószínűleg friss gumikér. Na nézzünk valakit, Vargyas jön negyedik helyen. Péterfi tovább javít, 1.34.449. Péterfi nagyon érzi ezt a pályát, ugye az edzést is ő nyerte. Bluebird Racingnek most nagyon megy. Ugye a szonda kiesik onnan majd, tehát nem lesz veszélyes. Ugye Hatházi meg tudna fogni egy dobogót, ami az időmérőt illeti, akkor jó eséllyel pályázhatnának arra, hogy akár mind a két versenyautójuk dobogó legyen. A Bluebird Racing a tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is avval szenved, hogy a harmadik számú pilótájuk nem annyira megbízható, vagy olyan, hogy nem tud mindig ott lenni, és így hát gyakorlatilag esélytelen, hogy a csapatbajnoki címér harcba legyenek, hiszen két pilótával ez lehetetlen. A harmadik helyen nagykap eszi Kálmán, ha eszmetlen jó körön, őt még át is veheti a vezetést. Hát ez nem volt jó kanyarvétel, de ennek ellenére egy 34 hatot jön, feljön a második helyre. Hát ez jön a boxból, Fekete Lehel pedig fordul rá a célegyenesre. Na, akkor egy kör. Eddig szépen jön. Ez 4 tized lemaradása. Na, itt ez sok volt. De ez itt egyenlőre jó. 9. helyet még el tudja bőven kapni. Még egy gyors körrel el is tud menni. Igen, hiszen 40 másodperc van még hátra.
Pályáztak 9. helyre. Üha, hát azért az még inog. Dagmar György, Kovács is, Molnár Miklós is egy tizeden belül. Molnár Miklós van gyors körön, nézzük akkor őt. Hiszen kiverheti György Kovács Jánost, és mondjuk Lehel akkor még így is bent maradna. Igen, és pont ugye Molnár Miklós mögött van Lehel, aki gyors körön van még mindig, de egy tizeddel le van maradva magához képest. Molnár Miklós pedig... De a középső szektorban ugye hibázott Lehel, hogyha Oppá! Azt... Hoppá! Tokos! Tokos a 9. Molnár Miklós kiverheti Fekete Lehelt. Most Lehelnek jól össze kell rakni, elveszi. Ennyi. Fekete Lehel elvette, úgyhogy Molnár Miklós kéne nagyon figyelni, hogy... Jó volt az első szektora, itt a 8 tized. Ez megvan. 1,7-et kapott Lehel a végére Péterfitől, nézzük, hogy Molnár mennyit fog kapni, de érzésem szerint Fekete Lehel ki fog esni. Fordul a célegyenes, a Molnár Miklós, ez sima. Ez jó, szépen. Sima lesz. 35. Úgy van. 35-6. Hú. Hát ez megvan. Akkor így a végeredmény a Q1-be. Péterfi Árpád nyert. Nagy Kopecki Kámen a második, Szonda a harmadik, Vencel Alfred a negyedik, Vargyasi az ötödik, Hatházi a hatodik, Fegyverbotond 7, Lukács 8, Molnár Miklós 9, Dumitru Florina 10. Azt a mindenit. Hát azért végén jött egyet. Oho. Akik kiesnek, az Tokos, Fekete Lehel, aztán György Kovács János, Szabó Csaba, Albert Sándor ugye nem ment kört, Fazekas Levent és Horváth Tas, tehát 17 versenyző van jelen. És akkor rövidesen következik a Q2, avagy Q3. Q2-nek fogom hívni, akinek ez nem tetszik, akkor gondolja a Q3-nak. A Conda hiába brillírozik. Neki mindegy, így mindenki előre fog lépni egy helyet. Illetve kettőt, Fegyverbotond is ugye így Fekete Lehel a 10. rajtkockából majd elrajtolhat. Bár én egyébként engedélyezném a 11-12. Helyezetteknek most a kört, hiszen úgy lenne az igazságosabb boxból rajtolók miatt. Egyelőre várunk a szerverre. És ebben a pillanatban... Á, megvan. Nos, 10 perc, hoppá, hát már jön ki valaki. Na, ki lesz? Vargyasi talán? Így van, Vargyasi Tamás. Ahogy Lukács is jön, hoppá, az FSR. Viszont kapott. Már kapom itt az információkat, hogy ugye Szonda Unor a boxból rajtól, és ugye ő top 10-ben volt. Ja, az indulhat, szóval Tokos Csaba. És Fekete Lehel is mehet. Igen. Hát akkor jó. Jó, csak mert tavaly ebből volt ilyen, hogy nem mentek, de akkor most hivatalosan is tudjuk. Fekete Lehel és Tokos Csaba mehet. Márként is van Lehel. Nem értem egyébként, minek mennek azok a versenyzők, akik boxból rajtolnak, eléggé zavarja így a képet, de ők tudják, meg a liga tudja.
Na és akkor Vargyasi el is kezd a gyors körét. A pálya 15 kanyarból áll, 5 bal kanyarból és 10 jobb kanyarból. Úgy a pálya vonalvezetése van a pályának, van két nagyon hosszú egyenes, a fordító. Van itt, ahol épő Vargyas jár, gyors bal jobbos kombináció. Még van itt ez a dupla jobbos megtört kanyar. Egy íven kell ezt venni. Eddig szépen jön. Vargyasinak a végsebessége 2.91. Volt már 300-as tempója is. 1.36 múlvákja. Tokos viszont mit csinál? Ó, Tokosnak viszont első szárnya. A fekete 1.38.2-t jött, Péter fél 1.38.0-át, Lukács 36.7-et, Nagy Kupacikám a 36.3-at, az ővi a második hely. Közben visszatértem, figyeltem itt az eseményeket és hagytam egy kicsit a motorhangokat érvényesülni. Fekete lehet gyors körön az ötödik helyen. Újra megpróbálhatja tehát, hogy előrébb rajtoljon akkor. Ötödik helyen Péter fél, nagyon jó körön. Hát igen, most már lehet csak a hatodik, lehetnek nyomni kell. Hiszen... ha nem nyomja, akkor ebből maximum de sok. Ez így ennyi. Hát akkor... jó. Na, hatházi. 2/10. Hatházi. Nézzünk talán egy belső kamerát innen is. Túl sok mindenre egyébként nem tudunk most beszélni, hiszen egy nyugalmas időmérő második etap van. Hasonlít kísértetésen egyébként a valós időmérő edzés az, amikor itt jogosan kényelmesen futkossák a köröket a versenyzők és semmi esemény nincsen. Most viszont nem hibáznak olyan sokat, mint az előző futamon. Hát annak is tudhatok, hogy talán szélesebb pályáról van szó. Melbourne, hát alapon az eléggé technikás, meg mondjuk én sem nagyon szeretem azt a pályát. Na nézzük hatház idejét, 37-0, hű de sok. Hát Vargyasi Vargyasi nagyon megy már megint. Na ez érdekes lesz egyébként, kíváncsi vagyok rá. Bence Alfred a 9-en box, Dumitru 10-dik box, 11-dik Tokos, na Tokos vörös angyalok. Most itt vannak a vörös angyalok, úgyhogy reméljük mutatnak valamit. Nem tudom, hogy hogy vagy vele egyébként. Nekem tavalyi szezonból Foris Tibor egyébként hiányzik. Hát igen, ő
Schalke sajnos már nem lesz itt ebben a bajnokságban. Nem tudom, valahogy nekem hiányzik ebből a mezőnyből. Úgy ide várnám őt. Remélem azért majd még látni fogjuk. Hát de nézzük Tokost. 3 perc van még hátra. Hat tized az első szektorban. Egyébként ismételten elmondanám azokat a hasznos információkat, ami a TV-hez köthető, hogy folyamatban van az ARTV-nek a fejlesztése, hiszen teljesen új weboldallal, illetve új domain eléréssel fogunk majd jelentkezni hamarosan, illetve új intrók érkeznek majd, valamint egy magazin műsor is, ugye ez májusra lett volna betervezett, egy kicsit csúszunk vele, hiszen rengeteg fejlesztés zajlik így a háttérben, úgyhogy amíg az nem készül el véglegesen, addig nem szeretnénk semmit publikálni. De bízunk abban, hogy ez már június környékére kialakul, és hivatalosan is meg tudunk újulni. Természetesen a Facebook oldalunkon, illetve a mostani weboldalon is néhány nap erejéig itt lesznek az új információk, hogy ezen túl hol vagyunk megtalálhatóak. Tokos pedig a boxba jön. Amit érdemes tudni, hogy ugye majd egy rövidebb új domain név lesz, illetve egy teljesen saját egyénileg tervezett weboldalunk lesz. Úgyhogy reméljük, hogy a minősége az megfelelő lesz a mindenki számára. Illetve új lejátszót is fog kapni majd az oldal, szóval rengeteg újítás fog majd bekövetkezni. Plusz még egy-két dolog lesz majd, de erről egyelőre nem szeretnék bővebb információkat közölni. Vargyasi az éle, Lukács a második, Kopecki Kámen a harmadik, Hatházi a negyedik, Péterfi az ötödik, Fekete a hatodik, Molnár Miklós 7, Szonda Unor 8, Vencel Alfred 9, Dumitru 10, Tokos 11, és a 12. Győr Kovács János, így áll jelenleg most. A Q2, Péterfi Árpád pedig az 5. helyen gyors körön van, egyelőre Vargyasi indulhat pole pozícióból. Nézzük, hogy Péterfi Árpád rámegye és megpróbálja megelőzni. Egyelőre így van, több mint egy tized. Na, akkor itt jön a Dirdu Ranó itt a végén. Végre egy kis izgalom. Kicsit felemelem majd én is a hangom. Ekközben Vargyasi is egy tizeddel veri magát. Na, az szoros lesz. Akkor itt ilyen ezredeken fog majd múlni valószínű, ha csak Péterfi nem tud valamit majd itt a középső szektorba, bár inkább az utolsó szektor, ami az erőssége, ott valaki dur, az ott sok, ott valaki falnak vágta az egyik sepsi szim sportos. Vargyasi is stagnálja, ismét egy tized középső szektorban érkezik az utolsó Péterfinek szektorba. Jobb, több mint két tized. Ja, Vargyasi utolsó szektorát, fordul a célénesre. 1.35.9. Hát hú, az kevés. Egy tized se. Az kevés, Molnár Miklós a 5. helyre jött föl. Na de nézzük Péterfit. Biztos, hogy meg fogja verni Vargyasit. Hopp, egy hiba. Ajaj. Na, ez most pole pozícióba kerülhet. Lehet, neki. Hogy igen. 34, 1.35, nincs, de 1.35.7 megvan. Lukács Szabolcs, na ő mit jön, 1.35.9, csak a harmadik. A negyedik Hatházi. Helyen Kopecki box. Ötödik helyen Hatházi jön. Na nézzük Hatházit. De nem jó. Á, sok. Magához képest jó, de nagy Kopecki Kálmán se fogja. Ajjajajajaj. Főleg így. Ennyi. Ötödik hely. Molnár Miklós, egy másodperc az nem. Hetedik hely, Fekete Lehel nem. Ennyi. Péter Fárpád megveri Vargyasi Tamást. Így Péterfi indul majd a pole pozícióba, Vargyasi Tamás a második, Lukács Szabolcs a harmadik, a negyedik Nagy Kopecki Kálmán, ötödik Hatház Vémos, hatodik Molnár Miklós, hetedik Fekete Lehel, nyolcadik Vencel Alfred, kilencedik Dumitru Florin, a tizedik Tokos, tizenegyedik helyen Győr Kovács János, aztán Szabó Csaba,
Albert, nem, Fazekas Levente, Albert, Sándor és majd Szonda Hunor és Fegyver Botond. Így fognak majd tehát rajtolni. 16, nem 15, 16, 17. helyen ugye a három büntetett versenyző, ugye Albert Sándor annyi boxta meg, hogy nem boxból rajtol. No. Hát, bocsánat, Dumitru Florin is kiesik onnan, elfelejtettem. Akkor mindenki így egyel előrébb fog majd sorolódni, de majd látni fogjuk a rajtrácsot. Az biztos, hogy három autó nem lesz kint a rajtrácson a 17-ből, de csak 14 autó fog felsorakozni. De most elmegyünk kis reklámszünetre. Pár perc szóval majd jövünk vissza újra. Ne menjetek sehova, vagy ha mégis mentek, akkor gyorsan chips, kóla, ami még ilyenkor kelleni szokott, és tapadjatok vissza a képernyőre, hiszen 10 perc és kezdetét veszi a 42 körös Szepángi nagy díj.
Vissza is érkeztünk, kedves nézőink, tehát várjuk a rajtot. 2013. május 20. Szent Liga 14. szezonjának második verseny hétvégéje, Malajzia, Sepang. Így is lejárt a szabad edzés és a bemelegítő edzés, úgyhogy pillanatokon belül állnak fel a rajtrácsra, és a 42 körös verseny kezdetét fogja majd venni. Reméljük sok-sok izgalom lesz. Kaptunk itt egy információt kollégám, hogy horváttas box utcából fog rajtolni. Úgyhogy most a box utcából rajtolók száma lassan több lesz, mint akik a pályán kint vannak, úgyhogy hát igen, Sepang hozza magával a bajt, valóságban szakadó eső, megállították a futamot, féltek a versenyzők egy kis víztől, olyanok voltak, mint a macskák. Hát itt jelen állás szerint meg úgy látszik, hogy boxból szeretnek rajtolni a pilóták, ugyanis Sonda, Hunor, Dumitru, Florin, Fegyver, Botond, horváttas box utcából rajtol, Albert Sándor pedig az utolsó rajtpozíciót foglalja el. Ekközben egy-két embernél elment a net. Hoppá. Mármint kiknél. Pontosítok. Ketten hiányoznak. Igen. Bocsánat, egy pilóta hiányzik. Valaki nincs itt. Pony Tímes. Fazekas Leventet. Itt van? Ő sincs itt. Gentlemen, start your engine! Akkor ő hiányzik. Most jött vissza TeamSpeak-re, úgyhogy valószínűleg Fazekas Levente volt. Tehát lesz egy restartunk, majd egy újabb rajtrács editálás. Nocsak. De nincs itt a sas... Lukács, itt van. Más nevén. Molnár Miklós nem látom, talán. De Molnár Miklós itt van, a harmadik Point Team-es. Hát Albert Sándor. Azaz, Albert Sándor nincs. Albert Sándor nincs itt, hát nem nagyon érdekli a versenybírákat. Igen, bár is már kezdődik a felvezetőkör. Akkor viszont Fazekas Levente itt van? Fazekas Levente nincs itt. Akkor ketten nincsenek itt, tehát... Akkor csak 16 pilóta fog rajthoz állni. Hát... Horváttas viszont... lehet, hogy ő is kifagyott. Itt volt az előbb. Itt van, de... Róla azt az információt kaptuk, hogy box utcából rajtol. Azért rosszak ezek, kedves nézők, mert azt hinnék, hogy mi vagyunk tudatlanok, hogy kapunk egy adag információt. Ezeket ugye közöljük önökkel, minden oké, majd így időmér alatt jönnek olyan információk, amik nem tudunk mit kezdeni egyszerűen, mert valamiről nem is jön, amiről megjön, azt nem tudjuk, hogy miért, és akkor összevisszaságok vannak, úgyhogy maradjunk annyi, hogy nem foglalkozunk semmivel, foglalkozunk azokkal, akik kint vannak és jelenleg a felvezetőt töltik, illetve majd el fognak rajtolni a rajtrácsról, és majd utána beszélgetünk, hogy ki maradt, ki nem maradt itt, hiszen ebből úgysem jönnénk ki túl jól, meg megkavarnánk önöket is. Ez már nem a mi felelősségünk innentől fogva, hanem a ligára tartozik az, hogy milyen információkat hogy kapunk, illetve azon belül ott mik mennek még. Ugye a horváttas nem tudjuk, miért jelezte a box rajtját. Na de jönnek vissza a pilóták. Hát horváttas nem minden, hogy el fog indulni, ugyanis nálam egy hatalmas lagot jelez nála. Nem minden, Péterfi már itt van a célénesben. Mögött a két FSR-es, hoppá. Na az azért kemény lesz, tehát két FSR hát pilóta rajtnál. Szép szemvis lesz. A hatház 5., így egy nagy kopeszikám a 4. helyen. Finom. A csonka rajt lesz kevés pilótával, de reméljük annál izgalmasabb. A boxból indulok, már jönnek is ki. Tondával az élen. Jönnek is a lámpák, na.
Péter Fümár böget. Péter Fümár nagyon belagadt. Jó, Kopecki, Kámán mit rajtolt? Te jó ég, ott leszakad egy szárny. Az Lehel volt? Nem? Ki volt az? Valamelyiknek a Red Viperről leszakadt. Péter feljön, Kopecki a második, harmadik helyen. Vargyasi negyedik, hogy Lukács. Metzalfrid-nak nincs meg a szárnya, valószínű volt ott. Molnár Miki, öt. A fekete Lehel, azt a mindenit. Ujjajjaj, mi folyik itt, kérem szépen, hatodik helyen. Molnár Miklós hetedik, Szabó Csaba a nyolcadik helyen, fekete Lehel. A Kopecki Kálmán hatalmasat rajtol, de visszaesett a negyedik helyre. Bocsánat, Barta Lajos itt van. Lukács harmadik, Vargyasi a második. Hogy került ide Barta Lajos? Nem is láttam időmérőn. Lényeg a lényeg, Barta Lajos itt van és a tizedik rajtpozícióban jelenleg. 11. utolsó Vencel Alfred szárny nélkül. Az élen Péterfi, második helyen Vargyasi, mert üldözi Péterfi Árpád, harmadik, negyedik helyen Lukács és Kopecki Kálmán. Lukács megelőzte Kopeckit. Egyelőre az jó muzsikál a Sepsiszim Sport. Hatházi pedig zárkózna már föl Kopecki Kálmára, de Molnár Miklós meg zárkózna Hatházira. Van egy olyan érzésem, hogy nagyon-nagyon szétszakadt mezőny lesz. Szonda. Szonda kipördült, így totálisan összeesett az utolsó helyre. Ó, fekete le a hetedik, nyolcadik hely. Na nézzük, hetedik helyen. Tokos erőbe. Nyolcadik Lehel. Lehel akart támadni. Kifékezi? Úgyhogy... Nem. Nem. Tokos jó véd. Tokos jól jön, és Szabó Csavára, na viszont bele kell esetúznia. Hoppá, Barta Lajos. Na Barta Lajos erőből. Fekete zárja az ívet. Viszont egy jobbos kanyar jön. Oj, de meredek lesz hárman ott. Oj, Lehel! Lehel azt a mindenit! Oj, de agresszív! Az gyönyörű! A sárga zászló apáján Vargyasi. Hoppá, Vargyasinak. Hát félig meddig komolyan ennyi. Mondom, valahogy most már lassan kezd desebbim lenni. Tokos pedig visszavenni sárga a pozícióját. Ismét Nagy Kopecki Kálmán. Ő is megforog. Hoppá! Így Fekete Lál már az ötödik helyen tanyázik. Tokos pedig így megelőzi Barta Lajos, hogy Kopecki Kálmát kihasználta. Igen, de Nagy Kopecki Kálmán jön vissza Barta Lajosra. Hatházi, hogy került a 9. helyre? Hatházi. Lukács a második, Hatházi. Horváthos elhagyta a szervert. Te jó Isten, mi van Hatháziékkal? Esnek hátra a nagyok, dráma a köbön. Hát kaotikus egy futam eddig, pedig még csak egy kör telt el, kísértetiesen hasonlít Melbourne-höz. Negyedik helyen Szabó Csaba már támadja Molnár Miklóst. Hoppá, a kicsi küzdelme. Jó lesz a kigyorsítás Szabó Csabának. Ott hátul is Tokos jön Fekete Lehelre. Hol jaj, de milyen szépen jönnek ott a srácok, azt a mindenit. Lehel, Tokos, Hatházi, nem, Barta Lajos, aztán Kopecki, Hatházi, Tokos. Az ott még nem egy fiam. Ujjajajajajaj! Jó jön ki. Na most leelvédi a belső ívet. Hát ott jön, figyeld Barta Lajos milyen sunyi, Barta Lajos. Tokos hogy elment? Erőből, hopp, Lehel meg most vissza. Hát még egyszer nem. Barta Lajos viszont már ott van és Nagy Kopecki Kálmán Hatház is. Ez egyébként mind szondáiknak fog kedvezni. Barta Lajos tolja feketét. Na, Bluebird-ös. Milyen érzés lehet Nagy, olyan? Kinéz, beteszi. Azt a... És Nagy Kopecki Kálmán? Elmegy. Hát, Nagy Kopecki, így van, Nagy Kopecki elmegy, és mindjárt elmegy Lehelnek. Két Bluebird-ös, Bart és Hatházi! Hopp, Fekete Lehel hibázik. Ez Fekete Lehelnek milyen érzés lehet, hogy tavaly autója próbálja megelőzni? Elrontja Lehel. Áj, sok az ott. Innen így elment. Kopecki zárkózik. Na, Fekete Lehel csatázik Hatházival. 9. helyen van Lehel. De fog-e tudni jönni Hatházi? Hatházi leszakadt Barta Lajosról.
nézzük, fekete. Közben elől Molnár Miklós már a harmadik és támadja Péter Fernándot a második helyért. Lukács hogy került az élre, te jó ég? Lukács vezet. Több mint 3 másodperces az előnye. Molnár Miklós meg mekkorát fékez. Hát 3 kör, dráma, hegyek és FSR egyszerűen úristen. Megkajálják a népet, hát könyörgöm. Ezek a narancssárga autók, amik az Aerox-ra hasonlítanak. Hát... mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy éppen lassú tempót diktálnak. Vencel Alfred a leggyorsabb kör, időközben 14. helyen, Szonda 13. Hol van fegyverbotont? 15. lehet akkor valószínű. Utolsó helyen. Igen, utolsó helyen 15. Kiesett, tehát 15-en vannak még verseny, és már nagyon szép van szakadva a mezőny. Egy kedves nézőink, velünk együtt imádkozzon mindenki egy kis csatáért. Molnár Miklós. A Molnár Miklós. Ó, Szabó Csaba. Hát jó keresztbe rakta egyenesbe az autót. És még hatház is elmegy? Nem. De megjön rá. A hatházi megint innen fog dobogóra jönni, és szívrohamot kapok. Tehát... Tokos a vörös angyalokkal, 4. helyen. Négy kör telt el, és tiszta dráma a futam. Ez nem éppen tesz most jót. No, Pencel Alfred újabb leggyorsabb kör. Sehol egy csata. Talán a 14. helyen, így van, Vencel Alfred 14. helyen üldözi Szondát, aki a 13. helyen van, és nem bír egyelőre mit kezdeni Vencel Alfreddal, aki most hát át fogja rágni magát. Oj, Péter Szárpád kicsúszik. Keményebb keverék gumi van Vencel Alfreden, narancssárga szín. Barta Lajos támadja nagy kopeszikámát az 5.-4. helyen, Péter Fi visszaesett a 7. helyre. Na most Bartolajosnak jó volt a kigyorsítása, ott előttük viszont valaki van lekörözött talán? Nem, az Tokos. Nem, Tokos. Hirtelen nincs lekörözött nagy most. Nagy Kopeckikában megjött rá. Közben Fekete Lehel visszajött hatházi mögé. 3 tizeden belül van már. Ó, na. Elkezdett tapadni az a... És beteszem? Nem, ó. 9. helyen. De most tolja nagyon hatházi szó szerint. Hatházi nagyon óvatosan gyorsít ki. Na, Lehel. A Tokos is támadja Molnár Miklóst. Ó,
Lukács boxba jött 6 kör után, kicsit meglepő. Én korainak tartom. 6 kör után most vagy odavágta, vagy így elkopott a gumi, vagy taktikát vált. Egy biztos. Eközben, bocsánat. Mondjad addig. Mondjad nyugodtan. Vargyasi 9. helyen megérkezett Hatházi mögé. Azért mondom mögé, mert ugyanis feketelen megelőzte Hatházit. Hatházi egyenlőre legalábbis úgy tűnik, hogy a gumikon szenved. Akkor lehet, hogy ezért ki Lukács? Van benne ha akkor. Lehet, de Vargyasi már jön. Azt a mindenit feketelen elfékezi magát, de megtartja még a 7. helyet. Azt akartam mondani, hogy lehet, hogy csak én vagyok vele, idén úgy veszem észre, hogy a tavalyi összeszokottság, és ami az előző 2 szezonban volt abban a móddal, totálisan elszállt, hogy új mód, ugye új környezet, és egy hiba, Vargyasi, és egyre több a hiba továbbra is a versenyzőknél, ismét előjött ez a gyerekhiba, és rengeteget hibáznak, ami így rámegy a versenyre. Lukács Hatházi mögött úgy el fog menni egyenesben, nézd meg, mekkora tempó különbség. Hopp, oh. Hatházi rálegyezett. Hát ez még szabad volt azt, neki, de... Ott vesz az, Lukács, az, az nem jó. Hatházi ügyesen kiteszi a vállát. Na, kigyorsítása jó volt Lukácsnak, de szélárnyék nincs, és Hatházinak jobb a tempója egyenesben. Most Hatházi... Éppen szűken tartja az autót. Hát nem lesz hosszú életű, Lukács el fog menni mellett. Az előző egyébként szabályos volt. Agresszív volt, kemény volt, de persze, szabályos. Úgyhogy élt az egyszeri váltás, ívváltás lehetőségével. Azt a mindenit fel! Azt a... Hopp, Hatházinak el kellett venni, na de Lukács is elveszi. Rossz jött itt ki. Na ez viszont nem jó Lukácsnak. Hát... Na most ő beragad. Hatházinak se a legjobb. Ó, valakit nagyon füstölt. Fekete le, elfékezi rendre magát. Vagy legalábbis füstölőset fékez. Az előtte fékez. Volt. Nem, előtte ott valaki, ott nagy füstbe ment bele már lehet. Nagy Kopeci Kálmánnak. Füstöl az autója, sőt, defektív. Oszta! Hát... Vannak itt drámák bőven. Ennyire nem bírnák a gumik. Ó, és Lukács nagyon-nagyon-nagyon ott van! Azt, hogy nem! Kopeci Kávát, de rossz helyen! Hatázi még ott tartja. Igen, egy defekt. Nagy Kopeci Kávának egy ennyit defekt. Bír a gumi? Jobb hátsó. Pontosabban ennyit se bír. Na, Lukács viszont jön, nem? Hatházi szépen védekezik. De most Lukásnak jó lesz a kigyorsítása. Védi a belső ívet Hatházi. Lukács jön, de nem elég. Hatházi üsszén az ívre. Próbál alá fordulni. Hát ott beteszi, de nem lesz jó. Egy balos jön. Nincs meg. Kigyorsítás, óvatos, nem lesz jó. Hatházi nagyon tud védekezni, ezt már többször láthattuk. Ott elől is megy a buli, első és második helyen Tokos, támadja Molnár Miklóst. Na, hoppá, Péterfi! Az a Péterfi a harmadik helyen? Nem, azt a mindenit, Bartalajos, bocsánat. Bartalajos. Péterfi az 5. helyen jön, és lehet, hogy be is jön ebbe a körben a pitbe. Ó, Lukács keresztbe. Lukács nem bírta. Fekete Lehel is jönne a boxba. Boxba jár a trükkös, Péterfi jól megtalálja.
azt mindent előtt okos Molnár és meg ottan harmadiként Barta Lajos. Tokos! Maradjunk rajtuk most. Na, Barta Lajos jön. Tokos ebbe a körben, kör végén jön a boxba ő is. Bluebirdösöknek most nagyon megy három autó, és mind a három jó helyen. Tokos tudna menni gyorsabban, mert itt is el kellett venni a gázt. Na most ez most jó jön ki, Tokosnak jó kigyorsítása van, de nem, egyenesben jó a pointim. Autó. Partalos egy picit leszakadt. Ezen a kombináció sokkal jobban jön át Tokos, és belsőre milyen szépen beteszi. Viszont Molnár Miklósé a ideális hív, és ő tudott szélesében fordulni. Jó lett a kigyorsítása, és egyenesben el is megy, de Tokos jönni fog a boxba. Nem jön. Még kimarad. Viszont Szabó Csaba jön. Nem, Miklós picit füstölősre vette a figurát. Barta Lajos szépen ott harmadiként éli az eseményeket. Barta Lajos is fog a boxba jönni egy-két körön belül. Tokos oly rajta a Molnár Miklóson, de egyszerűen nem tud fogást találni. Ezt a kanyar kombináció sokkal jobban csinálja meg most. Nem elég arra, hogy támadhassa Molnár Miklóst. Itt jön a bizonyos nyújtott jobbos. Itt beteszi belsőre, meg itt megpróbálja, igen. És meg is előzi tisztán. Na, most már csak megtartja. Molnár Miklós viszont jön, fogja a szirányékot, Tokos húzódik belül. Molnár Miklós keresi a fogást. De Tokos szűken jön a boxba. Jön Molnár Miklós is a boxba. Sőt, Barta Lajos mind árban jönnek a boxba. Nézzük ki lesz gyorsabb. Hoppá, Barta Lajos. De sokat vannak. Barta Lajos már jön, Barta Lajos jön. Jaj, neki ment Tokosnak, Tokos is jön. És Molnár Miklós. Aj, de kell! Barta Lajos szép! Barta Lajos megelőzte mind a kettőjüket. Ez szép volt, Barta Lajos előtt közvetlen ott van Vincent Alfred. Közel fél másodpercen belül. És elől ismét csata az első-második helyen Lukács Péterfi páros. A Lukács most ebbe a középső szektorból meglép. Szabó a hetedik helyen. Göte 8. helyen, Szonda, na, Szonda. Alig volt képernyőn. Szabó Csaba
Point Team Sandwichben. És már védekezik is, mert szonda jön és egyenesben hatalmas tempó különbséggel is ment. Állva hagyta. Na, megpróbál alá fordulni, de nem. Közben Vence Alfred kijött. Na, Szabó Csaba visszatámad? Oszta, nem. De szűken tartja és megelőzi szondát. Aj, nem? Szonda! Szonda itt vissza. Ajjajjaj, Szonda és Szabó Csaba összeütköztek. Ajjaj, mind a ketten kint a kavicsba. Hoppá! Ajjajajajajajajaj! Hova van baj? Szabó Csabának nincs első szárnya. Szondának meg... Na itt most akkora kavarodás van, hogy... Hopp, Szabó Csaba el is... Ő is dobja. Vezethetetlen így az autó. Tondának defektje van, mert el is dobja. Ohó, hát ez tényleg dráma. Gyanítom, hogy forog egy. Ki se tud jönni a fűről. Na. Gyanítom, hogy az egy defekt lesz. Nagyon füstöl az a... A gumi. Péterfi második helyen... Nem. Ó, mi csata megy a második helyen itt. Első második hely, Lukács és Péterfi. Marta Lajos a harmadik, Tokos a negyedik, Molnár Miklós 5, Kopecki Kámen 6, Fekete Lel 7, Hatházi 8. Ó, azt a jajajajaj. Hát jól lekajáltatta Péterfi Lukácsot. De miért várja vissza? Barta Lajos is szépen rájuk. Hát de miért várta vissza Péterfi? Na mindegy, jön Barta és jön Tokos. Közben boxokat tekintve mindenki volt kint. Kivétel téged, kedves kollégám, meg magamat. Nem voltam még kint boxba, ennyi. Ki kell jönni most már. Még bírják azok a gumik. Szonda jönni fog a bozba, ugyanis előbb néztem egy körig, és az autó az nekem nagyon nem tűnik ott a futómű. Biztos elment, mert egyszerűen alig fordul ez az autó. Péterfi, na itt a cél egyenes előtti egyenes. Na. Lukács. Lukács jobban fog gyorsítani, kiteszi az ívre. Összementek. És Lukács nem tud jönni szélárnyékba. Nem, de mélyet fog fékezni. Osztom ekkorát fékez, és aláfordul Péterfi. Péterfi számított rá, hogy tuti be fogja próbálni, ugyanis direkt szépen. Hoppá, Barta Lajos! Barta Lajos jön. Tokos mögött meg Molnár Miklós jön szorosan. Összeér itt az elsőt a végén. A Barta Lajos itt nem. A Lukács elfékezi magát. A Bluebird Racing igen beindult. Tonda! Ajjajjajjajjajjaj. Annak ennyi. Tonda versenyek vége, ugyanis nem tudom mit szeretne. Hát Szondának, ez 14. helyen áll, de konkrétan a falba megy, vagy... Ó, Péterfi és Lukács elrontja, ennyi. És Barta így se tudja megelőzni. Hát, hogy egy bug volt. Na hát Szonda versenyek vége ugyanis... Tehát... Hát ezt akárhogy is nézem. Aki ma megnyeri a futamot, az 60 pontot ad majd Szondának. Hát az már egy finom handicap. Az sok, az nagyon sok. Ez egy kis reggeli desszertnek elég.
Hát Szonda bajnoki címe lehet, hogy itt most még hát messze van, de... Hát az egy még hosszú a... Hosszú a... Nem tudom, hogy vagy vele, azért egyelőre verik Szondát versenyben. Hát ez egy boxból indulni sosem jó. De valahogy nem jött össze, viszont Hartház 8. helyen áll, ugye ő áll jelenleg a második helyen. Neki most azért kéne nyomnia, hogy... Hát így most érdekes, hogy fog alakulni a pontverseny. Ugye Péterfi Lukács is előre fog jönni bőven. Ugye Kopecki is majd, Hatházi, Vargyasi, hát közben Hatházi 8. helyen támadja a Fekete Lehet olyannyira. Mindjárt megelőzi, miközben befejezem. Igen. Gyors, mindjárt mondok ámat. Szóval Szonda azért át fog esni a 5.-6. VB-n. A Hatházi elmegy. Hatházi elmegy. Márpedig miért nem alá menne? Fordul. Nem. Gyere a kigyorsításokra, Hatház nem akarja pörgetni a kerekek. Óvja a gulikat lehet. Igen, inkább arra játszik. Nem úgy, mint Fekete Lehel, hogy driftel megy. A Fekete Lehel az így elhintett egy olyat, hogy nem fog nagyon sehol lenni, ez egyelőre látszik. Nyitófutam sem ment neki olyan túl jó, valahogy nem érzi ezt a módot még. Hopp. De most elnyúlt Lehel. Kirka egy másodperc a különbség. Közben elől Bartolos Tokost már taszítja le. Tokos megelőzte Bartát, és visszavenni pozíciót Barta, de nem sikerül. A Barta Lajos azért esik hátra, de ő amúgy se a top pilóták közé sorolandó. Nál ez a 4.-5. hely, ha így befejezi, az már azért elég jó eredmény lesz. Ott azért nyomja neki, nem úgy van az. Péter fülye viszont ellogott Lukács elől. Nem is emlékszem, hogy fejből Péterfi hanyadik lett az első futamon, de... Nagyon szoros lesz a VB. Két futam után. Na, 8. hely. Hatházi megcsinálja, Lehel viszont jönne vissza. De nem tud. Középső szektorban Lehel nagyon jó szektorokat jön. Jó megérkezik. Féktem, nagyon megérkezik rá. A Hatházi. Hopp, egy picit lecsúszik, de Lehel is elrontja. Hát nem, itt már nyúlik el Hatházi. Na, Hatházi már 7. helyen van. Éppen el vannak. Így van, kicsit most nyugik vannak. Hatházi olyannyira elépett, hogy már Irka. 7 másodperc. Tokos közeledik. Ó, Lukács, mikor állt fékez. Lukács nem kiméli a féket. Nem meg a gumikat.
okos. Éppen jön azért. Kipeget a hátrányából, már fél másodpercen belül van. Egy 39-4-et jött okos, és egy 39-8-at Lukács. Azért azért, de viszont Bartalavis és Molnár Miklós is jönnek. Ekközben Lukács egy-két körön megejti az újabb box cseréjét. Nagyon megindult Lukács autója. Varjasiek közben megezzi Györkvács Jánost és feljön a 9. helyre. Okos tempója nagyon bíztató, ugyanis már nagyon tolja Lukácsot. Lukács nagyon koptatja a gumiait. Aj, és ott be is néz, szépen. Az de szép volt. De Lukács jobb volt a kigyorsítás, de nem. Nem, hát Okos ez nagyon szépen csinálta, úgy ahogy kell. De Lukács... Nem, jön a boxba. Negyedik, harmadik, negyedik hely, Molnár Miklós és Barta Lajos. Igen, Molnár nagyon támadja Barta Lajost. A Tokos most mehet Péterfire, és egyenlően jó a tempója. Na, Molnár Miklós most megelőzi Barta Lajost. Éppen vetette be, és Barta Lajos visszajön. Hány gyorsított ki? És itt... Nem. Nem, Molnár Miklós rossz tökből akarta bevenni ezt a kanyart. Viszont itt megpróbálhatja, ugye ez a trükkös jobbos. Be is próbálja Barta Lajos meg. Így van. Ő a kigyorsításra koncentrált is jönne, de szélárnyék nélkül, az úgy nehezen. Na ezt a szélárnyék, majd mindjárt figyeld meg. Most fogja, de nem hoz annyit. Megpróbál mélyet fékezni. De majd most. Olyan, mint most nyúlik el egyenesbe. Péter fél boxon, Tokos az élen. Jumitro Florinnek közben hibázott. Kács viszont megint Vargyasira, Vargyasi be is megy a boxba. Kopecz Kámen 5., Hatházi 6, Fekete Leel 7, Lukács 8. a boxkállás után. 9. Vargyasi boxban, mögötte Vencel Alfred, és hol van Péter Fiárpádunk? 5. helyen. Megkopecki Kálmán egyelőre, elég jó. Molnár Miklós viszont nyúlik el Barta Lajos, nem... Hopp, viszont Molnár Miklós elrontotta a kigyorsítást és visszajön Barta Lajos. Újra egy másodpercen belül, sőt fél másodpercen belül. Tokos meglógott. Tokos meg kint tud maradni és tudja futni a jó kis köreit. Akkor Péterfi mögé közvetlen ki fog tudni jönni. De szoros lesz. Kb. 5 másodperc volt a különbség, amikor bement Péterfi.
Van Péter ugye új gumikon, úgyhogy... el van adva a lecket okosnak. 38-0-át jön. Péterfűnek kivezető, nagy kopeszi Kálmán eközben a boxba. És a verseny feléhez érkeztünk el. 21 kör van még hátra. És teljes kavarodást okos az élen, Molnár Miklós. Hetedik helyen Lukács támadja Fekete Lehelt. Fekete Lehelt ma mindenki támadja. Hát szegény, amit így összekukáz magának, 5.-6. helyeket mindig elveszik tőle. Azt, amin Lukás ugye tapad a kanyarokba. Lukajban jön át, és már most itt állva hagyja. Hibázott Lehel, onnantól meg esélytelen volt, hogy védekezzen. Már Hatházi az 5. helyen áll jelenleg. És Lukács, ha jól tudom, volt kint boxba. Igen, volt. Hatházi most jön. Péterfi is volt, tehát ők azért jönnek. Tokos, Molnár Miklós és lehet, hogy Bartalaj, és Tokos hibázik. Ujjjjj, boxba. Ilyen Molnár Miki. Tokos hol kapcsolja. Ó, Bartalajos elmegy egy körre. Igen. Oh. Szóval Tokos Csaba nagyon sokat bukott. Szóval Péterfi pedig simán elmegy. El is ment. Molnár Miklós is... mellett is. Sőt, Molnár Miklós megelőzi? Tokos? Nem. Hát ma egyszerre jön neki, de Molnár Miklós hozott Tokosan, ugyanis Tokos nagyon hamar bekapcsolta a speed limitet, és még hibázott, Lukácsod is megy. Tokos itt ezt eldobta. 6-8. Ön Lehel mögé. Már csak a 9. Bartalos elment még egy körre. Akár többre. Érdekes, milyen gumikeveréket tett vissza. Igen, mögött a Péterfi van, de... A Bartalajos nagyot szeretne húzni. Ajjajajaj, így nem. Ez így nem. Be kell jönni, nem tud mit csinálni már a gumik. Jön is, így van. Így viszont... 14 másodperc át, az sokat fog bukni. Hát nézzük, hova jön vissza. Hát, 6. Jáb, 7. helyre. Nyolcadik. Na, az viszont necces. Jön a Vence Alfé. 9. Vagy 8. 7. Marad 7. Ezzel hatalmasat bukott. 4. helyen Kopecki Kálmán előzné Tokost. Tokos viszont menne Lukásra. Molnár Miklós viszont ő megjön. Lehel viszont marad le. Péterfi nagyon simán vezeti egyelőre a futamot. Most 12 másodperccel.
Ekközben nagy Kopeszi Kálmán már támadja Tokost. Ebbe a kanyarul meg akarta próbálni belsőre tenni, de nem sikerült. Kálmánnak iszonyú jó a végsebessége, főleg ha még szélárnyékot is kap, és így be fogja tenni. Nem, Tokos viszont elfékezi magát. Na most Tokos elrontja. Kálmánnak jó a kigyorsítása, és most fogja is a belső ívet, külső íven van. Nagy Kopeszi Kálmán, na Tokos visszahozza a belső ívre, majd azt kell tartani az autóját, oj, de szépen beteszi. Ez szép volt Nagy Kopeszi Kálmántól. Tokos viszont megpróbálta agresszívan védekezni. De nem sikerült, na Nagy Kopeszi Kálmán hibázik és Tokos el is megy. Hát akkor újra. Én Molnár Miklós közben csatlakozik. Hopp, itt nem. Itt azt hittem, hogy kifékezi, de nem merte. Így hát ez Lukában. Hát a kifékezi a kigyorsítás nem lett volna jó. Ez Lukásnak jó, ugyanis Tokos most nem tud menni. Nagy Kopeszi Kálmánra figyel. Lukács viszont hoz Péter Fint, de nem sokat. Meg is nézem ebbe a körbe milyen kört ment Lukács és Péter Fi. Hát Lukács 1.38.3-at, Péter Fidét már nem látom. Megmondom neked, az utolsó körük 37.7 Péter Finek. Oh. Akkor nem hoz. A Péter Fi a leggyorsabb kör. Hatházi is 37 hetet ment. 8. helyen, Kopeszki Kálmán pedig üldözi. Uaj, de nagyon üldözi Tokos Csabát, itt most megvan. Nem, Tokos most figyel, viszont de szépen be tudja tartani az íven az autóját. Az utolsó szektorban nagyon rájön Tokosra. Itt kéne közel maradni, mert itt jön a hosszú innes és egyenesben nagyon gyors az autója. Próbálni szélesen ráfordulni, minél jobb legyen a kigyorsítás, ez nem nagyon sikerült. Nagy Kopeszi Kálmán újra itt. Elég közel van, 0.3-re. Hogy megjön rá, eszméletlen, de még ez talán messze van, igen, nem próbálja betenni az autóját. Ott Vargyasé közben elkezdte támadni a Hatházit. Maradjunk még itt, Tokoséknál. Ajjajjaj! Kálmán alatt jó megint ott, oh, ajjajjaj! Azt a mindenki itt fogadt azért.
Hát így jár, sajnos az, aki a force feedbacket ilyen mértékben használja, sajnos. Molnár Miklós. Nekem nincs G27-em, de hát az enyémet se egyszerű kordában tartani. Molnár Miklós jön, de nagyon. Nagy Kopecikán nem fogja a belsőjét, és ez hiba, nincs Molnár Miklós beteszi. Na de most jön a Balos, és itt jó helyen van Nagy Kopecikán, de Molnár Miklós megpróbálja körbeautózni, de nem jön össze. Egy picit Molnár Miklós agresszióval könnyebb bejárnátán, akkor gyorsan ráhúz. Pont jól csinálta. Hopp! Ismét. Látjuk a szikában, ahogy megindul az autó. Tokos viszont megnyugodhat, és így elkezdheti futni a tempóját, és mehet Lukácsra. Ujjajjajj, Nagy Kopecikán már mellé hibázik meg itt, hát azok a gumik most már nem százasok, ez biztos. Molnár Miklós viszont vár, legalábbis nem tud azért olyan közel férkőzni, hogy támadhassa a Nagy Kopecikán. Még így se tudja betenni. Ujj, visszaváltástól, ez viszont most Nagy Kopecikán, hogy váltott vissza, megindult az autója, túl agresszívan. Itt valami nem oké. Pakolta vissza, új, hogy megjön. Á, állóra fékezi a gumit. ...28 körre eltelt éve Péter Fiárpád fölényesen vezet, második Lukács Szabolcs. Harmadik Tokos Csaba, negyedik Molnár Miklós, ötödik Nagy Kopecky Kálmán, hatodik Barta Lajos, hetedik Vencel Alfréd, nyolcadik Hadházi Vilmos, kilencedik Vargyasi, tizedik Fekete Lehel, tizenegyedik Győr Kovács János, tizenkettedik Fegyver Boton, tizenharmadik helyen pedig majd talán Florin autózik. Szonda Unor Horváttas kiestek, Sándor Albert nem tudott, és Albert Sándor nem tudott elrajtolni. Molnár Miklós most elrontotta, és megjött rá Nagy Kopecky Kálmán. Elnézést, hogy szabadba vágok, de Nagy Kopecky Kálmán magára talált. Itt be fogja tenni belsőre, lemerem fogadni. Úristen, állóra fékezi ezt a gumit, ajjajjajjaj, fel is borul, azt a mindent. Hát, ott szerintem... Molnár Miklós áll a pályán, mert azt hiszi, nézd meg, bevárja, nem hiszem el. Bevárja, mert ő volt a hibás. Hát... Hát, ott ő volt. Bevárja, hát elment. Megvárta, így van, ez... Ott már betette Kopecky Kálmán is ott. Ráfordított az autóját Molnár Miklós. Nem ezért... megy be. Defektet fog kapni nekik. Ezért igen, borult kicsit fel. Több helyet kellett volna hagynia, de... Ez egyértelműen Molnár Miklósnak a hibája volt, úgyhogy... De Nagy Kopecikán helyében én most bejöttem volna a boxban, ugyanis azok a gumik... Már itt ahogy betette, állóra fékez, már szinte csúszott az autó. Defektet fog kapni, mint... A verseny elején. Hadházi pedig... Hát ott szeretett volna egyet előzni, de... A Vence Alfred az ötödik helyen van. Tokos! Ugye... Nagy Kopecky Kálmán és Molnár Miklós ugye leszakadt a Tokosra. Tokos megjött Lukácsra. Elkezdett tempót menni. És már egy másodpercen belül van. Lukácshoz képest. Három másodpercet ledolgozott. Tokos nagyon jó tempót diktál. Szereti ezt a pályát.
6 okos most, tehát Lukács Svédi is középen marad, most behozódik belőle, okos, meg fogja tenni? Bepróbálja. Új, de kemény, de szoros. Meredek volt. Igen, de még pont meg tudott állni, hogy összeütközzenek. Jön Tokos, Lukács nem írja a belsívet, Tokos viszont beteszi. De Lukács agresszívan szépen elmegy. Lukács honnan jött vissza? Tokos egy picit agresszívabbnak kéne lennie. Ohó, akkor nagy kapacitkán már kimaradt. Még mindig. Molnár Miklós támadja. Maradjunk ennyire ne. Itt a második, harmadik helyen, dobogóért. Zajló csata. Érkezünk a hosszú egyenes, ugye harmadik szektor. Tokos, Lukács. Tokos már-már kiebb húzódik. Jó legyen a kigyorsítása, de Lukács elfékezi. Tokos nem tudott hamarabb a gázra lépni. Hopp, Lukács jön be a boxba. Péter is kimond, ki volt a boxba. Tokos vezet. Péter fia. Második. Lukács nagyon sokat állt a boxba. Harmadik Barta Lajos jelenleg, negyedik Vencel Alfred, ötödik Monan Miklós, hatodik Kopecki Kálmán, hetedik Lukács, nyolcadik Melehele, megy, nem, Hadházi. Hadházi hetedik, Lukács nyolc, Vargyasi boxban van. És jön Fekete Lehele. Most ugye 9. helyet veszi át. Edgar Botond is jön a boxba. 10. Vargyasi, egy Fegyver Botond. Na hát Lukács megkapta Hadházit. Hadházi van előtte. Lukács friss gumikon. Kör végén szerintem fél másodpercen belül fog érkezni. Na de elmenni már nem lesz olyan egyszerű. Közben Molnár Miklós áthámozta magát Nagy Kopecki Kálmánon. Közben Hadházi is megérkezik Nagy Kopecki Kálmánra, úgyhogy itt egy hármas össze fog jönni. Vence Alfred a negyedik helyen. Hadházi már nagyon jön. Mögötte Lukács.
Igen, és már Lukács már ott van ugye a hatházi mögött. Már foghatja is a szélárnyékot. Második egyenesben, vagy szél egyenesben már, ajjaj, az végtáv. Lukács sokkal jobban tud kigyorsítani, mert betapad a gumi. A nagy kopeszikámán kijött, Molnár Miklós is kijött, Vencel Alfred is kijött. Tokos hatházi... vissza. Igen, Tokos már kijött, hatházi így a harmadik. Lukács megelőzné meg, és beteszi, beteszi, aj de szép. Ott hatházi a belső ív. Lukács még ott tartja, de nem lesz jó íven. Na Lukács körbeautózza? Körbeautózza. Nos, hát a boxokat tekintve hatházi nem volt még kint, meg Fekete Lehel háromszor, de lehet ők nem is jönnek, többiek már letöltötték. Ez Pétert hát, behúzza. A Tokos a második jelenleg, Lukács a harmadik, hatházi a negyedik. Ha kijön boxba, akkor ez így halott ügy. Ötödik, ezt valószínűleg kijön. Ötödik Bartalos, aki így a negyedikre jöhet föl. De neki ez így jó. Aki mögött, Vencel Alfred van, hatodik helyen. Ez a 13. 14. helyen Dumitru Florin, Szabó Csaba. Csatáznak egy finomat, Dumitru Florin így nem merte. Viszont igen tartja Florin. Nem. Jó a kigyorsítása Szabó Csabának és itt elnyúlik. Nem, egy Toro Rosso-ra épült autó. Hatházi jön ki, boxban volt, jött a hetedik helyre. De ugye előtte van a Fekete Lehel, lehet, hogy jönni fog ő is a boxba. Péter Fi megnyerheti így a futamot. Lukács és Tokos majd elesznek a dobogóért a második, harmadik helyen. Ki lesz? Van még rá... Most már pillanatokon 14. hely, 14. hely. Nagy Kopeszi Kálmán támadja Györkás Jánost, aki a 10. helyen áll. Most szépen csárja Nagy Kopeszikával, Gyurkás János lecsúszott az ívről, és ismét be fogja tenni belső ívre Nagy Kopeszikával. Na de nem, Gyurkás János védte az ívet. És ez meg is van. Gyurkás János próbálja fogni a szélárnyékot, de nem igen jön. Itt már viszont nyúlik el, úgyhogy nem is fogja, nem is tudja fogni a szélárnyékot, úgyhogy Nagy Kopeszi Kálmán feljött a 10. helyre. Előtte Vargyasi, Molnár Miklós van. 8. helyen éri utol hatházit. Hatházit, így van. Aki most jött a boxba, és elvileg frissebbek a gumiai, de Molnár Miklós jön. Feketelen 6. helyen áll, hogyha kijön a boxba, akkor 14. helyre fog visszaesni. Az nem nagyon jó pozíció. Na Lukács nem tud hozni Tokoson, sőt, Tokos gyorsabb, mint Lukács.
Tokos inkább Peterson hoz. Én is Tokos ebbe a körbe 1.38.0-át jött. Peterson 1.38.0-át jött. Hát nagyon úgy néz ki, hogy Peterfi megnyeri. Második Tokos lesz, harmadik Lukács. Pont az ötödik helyen Alfred ott van. Hyper Racing-nel is, és nagyon jó kis előkelő pozíció, főleg úgy, hogy azért előtte van Bartolo is két másodperccel. Hyper Racing, sokat. Az már nincsen. Igen, az már nincsen, hanem olyan másik. Red egyesült. Viper. Igen, a Red Viper. Viszont Bartolo is igen hoz. Ebben a szektorban konkrétan majd több mint fél másodpercet hozott. Két másodperc volt a különbség, most már csak másfél. Tehát ez ötödik, negyedik, de még hátul. A hatodik, hetedik, nyolcadik hely sincs azért még letisztázva. Hatházi meg fogja kajálni lehet. Vargyasi Tamás megfordult. Így tizedik helyen helyre esik vissza. Bardesi megint hibázik. Nagykopaszikán van 9. Molnár Miklós leszakadt Hatháziról, Hatházi viszont jön feketére. Jön fekete lehel, nem tudni, hogy jönni fog-e a boxba. Nem hiszem, két kiállással megcsinálja. Akkor viszont az 5. helyen szerintem azt lesz majd érdemes, mégis egy másodpercen belül már-már. Mencel Alfred és Bartolo is. Különbsége. Hát azért Hatházi is közeledik Lehelhez. Igen. Közben Györkásán is bejött a boxba, így fegyverboton átveszi a 11. helyet. Ujjajjajjajj, Hatházi 7. helyen már nagyon rajta van fekete lehelen. Fél másodpercen belül. Van Detto, Vence Alfred és Barta Lajos is. Hatházi már nézelődik. Ó, Vence Alfred már tolja Barta Lajost. 5. helyen, most fogja a szélárnyékot és jön. Vagy de hogy jön. Mi tempó különbség állva hagyja. Ez megvan. Vencel Alfred, jól emlékszem, Melbourne-ben is a leggyorsabb volt. Igen, akkor egyenesbe a tempója. Bartolo is próbálja fogni a szélárnyékot, de nem igen tudja. Jön, de nem. Á. Még nem lehet kifékezni. Hát ez szélesen veszi, Vence Alfred szűken. El is tud menni. Na, akkor fekete lehet, megelőzte Hatházi. Gyors volt. A Hatházi így már a 6. helyen van. Fekete nem hagyja magát, próbál visszajönni, de hú, így nagyon elnyúlik. Így gyorsításon elnyúlt a Bluebird Racing. Vence Alfred nyúlik el Barta Lajostól, de Lukácsot már nem fogja tudni befogni, messze van ugye. Lukács viszont Tokos már egyáltalán nem, már 6 másodperc, Tokos jön. Nem is megy, de Péter felpad messze van, stagnál. Ugyan azonos köröket mennek Péterfivel.
Kopecky Kálmán a 9. helyen. Volt ő már ennél jobb helyen is. Ez nem az ő hétvégé, de közeledik Molnár Miklósa. Csak én látom úgy, vagy tényleg a levegőbe rúgnak a kerekei? Csak te látod úgy, mert nekem már helyi hát van. Egy-egy kanyarban, mint hogyha fölemelkedne az autó és a levegőbe lenne. Hát kapott ez az autó hideget, meleget fejre állt, úgyhogy... De jön Molnár Miklósra, mondjuk eszméletlen milyen féktávokat vesz. Fekete lehet, viszont belassult volna, mert Molnár Miklós érkezik rá. Gumik elkoptak. De így viszont Nagy Kopecky Kálmán is jön. Ajaj, itt a 7., 8., 9. helyen azért lesz bőven csata. Vargyasi már messze van 10. helyen. 2 másodperccel Nagy Kopecky Kálmántól, viszont Kálmán jó kigyorsítást vesz, és jön Molnár Miklósra. Vagy annyira, hogy Molnár Miklósnak már védekeznie kell, fogja a belsődet, de most Nagy Kopecky Kálmán bemegy belsőbe, szűken tartja és meg is van. Hát ez sima volt. Hát ez nagyon könnyen ment. Jön a csapattárs. Lassan. Nagy Kopecky Kálmán a bal első gumit, azt állóra fékezi minden kanyarba. Blokkol neki. Nagy Kopecky Kálmán 38-5-öt jött, 39-8-öt jött Lehel, úgyhogy ugye, itt ez meg lesz. Utolérte Kopecky, na nézzük. Ez nagyon simán meg lesz, Hatházi elhúzott, úgyhogy... Azt a mindenit, hogy közeledik Kálmán. Ebben a körben már meg is tudja támadni is. Az utolsó szektorban fogja nyújtott jobbosba, az ő kanyarja, de már lehet, hogy előbb. Ujjjjj, itt elfékezi magát Kálmán. Fekete Leál is most már hibázik, de Molnár Miklós próbálja tartani a tempót, még azért ott vanna itt, nem, de, ó, elengedi, ez. Molnár Miklós! Látszott elengedte, nagy Kopecky Kálmán, Molnár Miklós jön és el is megy. Utolsó körbe lépnek mindjárt, Árpád, Péter Fárpád már abban van, na Molnár Miklós, ez kemény, ő lesz, Kopecky hibázik! Ó! Megúszik az autója. Utolsó kör, Péter Fiárpád az élen, Tokos a második, Lukács a harmadik, Vence Alfred a negyedik, Bartalos 5-6, Házi 6. Kopecky Kálmán még azért küzdeni kell azért a hetedik helyért, hiszen a nyolcadik helyen Molnár Miklós, kilencéken Fekete Lehel, tizedik Vargyasi. Na most Leál jó csinálja, jó volt a kigyorsítás, már tapad is Molnár Miklós mögé. Visszaveheti a pozíciót? Minden meg fogsz szerintem tenni azért, hogy megelőzhesse. Molnár Miklós meg menne, nyomná neki, hogy valahogy a 7. helyet meg tudja szerezni. Ki kéne fedezni a csapattársat, de A, esélytelen. Á, itt már nyúlik el, inkább Molnár Miklós érkezik Nagy Kopecky Kálmánra. Leál kiszáll a buliból, egyenlőre nagyon úgy tűnik. Azt mondom, nézzünk egy befutót, Péter Fé lekéstünkről, megnyeri a futamot, második
okos, szép versenyzés. Harmadik helyen Lukács. Negyedik helyen majd Vencel, Alfred azért utolérte Lukácsot, szép volt. Ötödik helyen Barta, Lajos hozza be Bluebirdöt, a legjobb Bluebirdös Péterfi után. Hatodik helyen majd Hatházi egymás mögött. Bluebird azért szépet hozott most. Azt a mindegy Hatházi! Kopeckit meglöki Molnár Miklós, te jó ég! Hát az csúnya volt. Nem megy el, de Molnár Miklós, hát ez... Csúnya volt, úgyhogy tuti lesz szankció, vagy erre a futamra. De... Hát Molnár Miklósnak már nem az első, itt már volt egy ilyen. Főleg Kálmánnal szemben, úgyhogy... Második. Bargyasi a tizedik, hát mondjuk Melbourne után ez nem a legjobb. 11. Fegyver, 12. Györkovács János, 13. Szabó Csaba, 14. Dumitru Florin. És ennyi. Péter Fjárpád szépet jött, megnyerte a futamot. Hát és azért okos, összehozta magának a dobogót. A Bluebirdösök egyelőre jól teljesítenek. Első, ötödik, hatodik hely. Ez azért sok pont. Point teamnek nem hogy... megy úgy, FSR-nek se a legjobb. Hát... Bluebird az most csúnyán vezethet a bajnokságban. Második szerintem a FSR lesz, és harmadik a Point Team, aztán majd a Red Viper. Talán. És a Sepsi Sim Sport, valahogy így fognak jönni. Szoros. Ez a futam után ugye az biztos, hogy Hatházi vezeti a bajnokságot. Úgyhogy nem volt dobogóm, csak egy futamot. Közben Lukácsék beértek a boxba. A 8. helyen Monár Miki is most viszi be az autót. 9. helyen jönnek a srácok, itt a többi. Mi pedig hozzuk az interjú alanyokat. Hiszen... interjú lesz. No kérem szépen, néhány másodperc és jövünk az interjúkkal, úgyhogy nehogy elmenjenek a kedves nézők. Nos, tehát vissza is tértünk, kedves nézőink, itt van velünk Péterfi Árpád, Lukács Szabolcs és Tokos Csaba. Sziasztok, üdvözöllek titeket! Nem szeretnélek velem... Opa! Channel switched. Nos, tehát vissza is tértünk. Most már hivatalosan is. Pillanatra rossz helyen voltam, de akkor újra felkonferálom. Szóval itt van velünk Péter Fárpád, Lukács Szabocs és Tokos Csaba. Sziasztok, üdvözöllek titeket. Üdv mindenkinek, sziasztok. Sziasztok. Ja. Na, hát kezdjük akkor Péter Fárpáddal a sort, aki megnyerte 42 körös malajziai nagydíjat. Elsősorban gratulálok neked. Hát úgy látszik, hogy a Bluebird kezd egy kicsit magára találni
a tavalyi úgymond hát sikertelen szezon után. Neked is most jól kijött a lépés, ugye tavaly sérüléssel is bajlottál, itt most ugye teljesen egészséges vagy, és meg is nyerted, ugye ennek köszönhetően, meg hát persze a jó tempódnak és taktikádnak köszönhetően a futamot. Hatházi a hatodik lett, Bartelős pedig az ötödik. Ez a csapat szempontjából mindenféleképpen nagyon-nagyon jó. Mesélj egy kicsit nekünk így röviden, tömören, hogyan érezted magad ezen a hétvégén? Elégedett vagy-e mind a saját, mind pedig a csapat teljesítményével? És hogy látod, ez a Bluebird erősebb, mint a tavalyi, vagy még azért van mit csiszolni? Hát sziasztok! Először is avval kezdeném, hogy nem tudom miért voltam ilyen gyors. Egész héten a teszteken is elég jó setupot találtam, és még mindig nem tudom, hogy sikerült ilyen jó időt mennem. Egyik kedvenc pályám, szóval nagyon örvendek ennek az eredménynek. A második hibámnál nem is tudom hányadik körbe, 6-7. körbe kicsúsztam és visszaestem 8-ára, akkor úgy gondoltam, hogy még a dobogó se lesz meg. Meg is lepődtem, mikor a box az első kiállás után visszajöttem első-második helyre, és onnat kezdve elég Lukáccsal harcoltam egy jót, ott egy kis kocs is, de úgy gondolom, hogy nem volt az semmi veszélyes. Utam további része elég unalmas volt, arra kellett vigyázzak, hogy ne hibázzak, és szóval nagyon örvendek. Csapat bajnokságban is úgy tudom átvettük a vezetést. Hát szerintem a csapat most kezd feljönni. Lehet, hogy még jobb állapotban vagyunk, mint a múlt szezonban. Hát nagyjából ennyi. Köszönjük szépen, még egyszer gratulálok. És akkor fordulnék Tokos Csabához. Neked is gratulálok. Sok idő után újra egy dobogó, második helyit Szepánkban. És megszerezted Vörös Angyaloknak az első dobogóját ebben a szezonban. Na, mennyire örülsz, hogy te vagy az, aki megszerezte itt a dobogót. Mennyire vagy elégedett, mennyire féltél attól, hogy Lukács még itt a végén elveszi tőled ezt a második helyet, mert hát azért vele voltál nagy harcba szinte végig. Mesélj nekünk egy kicsit. Nagyon nem számítottam már, őszintén szólva, nagyon technikon, nagyon nehezen a versenyket. Tényleg komolyan azt mondom, hogy szinte csoda, hogy ide eljuttam. Az, hogy most az első dobogó ehhez ára nagyon készültem, minden másért nem tudunk részt venni, de hát gyakszünk, amikor részt tudunk venni, akkor a maximumot nyújtsuk. Azt hittem, hogy Lukács Szabolcs, hogy egy kiállása kevesebben lesz, de tévedtem, ez volt. Szerencsére így akkor meg tudtam szerezni második. Ez jó a csapatnak, hiszen sok pont a továbbiakban. Ez most picit akadozott volt a vége. Azt szeretném mondani, hogy nem számítottam Lukács Szabolcsra. Azt hittem, hogy egy kiállással kevesebb lesz. Tehát azt hittem, hogy ő simán meg fog engem várni, de hát nem így volt. Ennek örülök, hiszen a második hely az nekünk nagyon jó, és erre tudunk építeni a szezon folyamán. Hát az biztos, hogy erre szépen lehet majd építkezni. Hát lövő futamok során még egyszer gratulunk és köszönjük az interjút. És akkor Lukács Szabolcshoz fordulok, aki a harmadik helyet szerezte meg. Nem jó újság, de örülsz? Üdv, sziasztok! Hát, hogy örülök-e, az nem is kérdés, hiszen nem vártam ide magam, hiszen a teszteken nagyon-nagyon rosszul ment, sokat is dühöngtem ezért, a mai napomat is nagyon befolyásolta.
mikor láttam az időmérőn, hogy csak a 8. helyet érem el, már feladni nem adtam fel, de begondoltam, hogy ha már ilyen a pontrendszerünk, akkor mindent beleadok, hiszen minden pont számít. Taktikának azt választottam, hogy szuperlágyon fogok menni egy gyorsat, és rövid etapon, avval kezdek, majd beteszem a lágyat, és azzal folytatom, ameddig bírja a gumi, addig megyek. Ez így nagyon szépen kijött, hogy 13 körre, és az első, az 7 körös etap volt, nem tudom, valószínűleg láttátok, hogy hamar kijöttem. Igen, furcsátok is, hogy miért jöhették ilyen korán. Na azért, mert nem volt, nem láttam semmilyen taktikát, megvalósítandót, amire lehetett építkezni, hogy akkor most nagyon labilis voltak a köreim. Na, hát Arpin... Nagyon nem csodálkoztam, hiszen tegnap a bicikli túrán is ezt mondtam, hogy valószínű, hogy ezt ő fogja megnyerni, akkor már szinte gratulálhattam volna is. Úgyhogy akkor nem gratuláltam, de most megteszem Árpinak, hogy gratulálok. Viszont Csaba meglepett. Csaba konstans körei hozták be előmbe őt. Az a harmadik etapomban viszont nem tudom, az autó miért volt lassabb. Másfél másodperccel vezettem lassabb köröket. Szinte már Alfred is rám jött. Amíg lett volna szerintem még 3 kör, lehet, hogy Alfred meg is előz. Igen, azt láttuk, hogy szoros befutó volt. Ennek ellenére azért, ha megküzdöttél, akkor mondhatjuk így, a harmadik helyen, ugye Melbourne-ben hát nem nagyon sikerült, bal szerencsésen alakult. Igen, kis koc miatt elszállt az a verseny, de hát ez a technikai sport, ez van, ezt csináljuk. Hogyan látod így a csapatbajnokság terén? Lehet esélye az FSR-nek, vagy... Igen, mindenféleképpen összes erőnkkel azon dolgozunk, hogy ezt megvalósítsuk, és nem is kis lépteket tettünk ez irányba. Nem tudom most a mostani táblázattal, pontrendszerünkkel, nem tudom kiszámolni fejből körülbelül hol tartunk, de nem vagyunk rossz helyen. Hát ahogy így próbáltam fejben számolgatni, olyan második-harmadik hely környékén vagytok. Én megkockáztatom, aha, hogy tiétek a második Bluebird mögött. Igen, én is satszolom, hogy a második. Nem rossz, egyelőre, hát jobban kezdtétek a szezont, az biztos, mint tavaly. Csak maradjon meg ez a jó forma. Igen, Taminak hála. Sajnos most ő járt úgy, ahogy te az első futamon, de majd ez helyre fog állni minden bizonnyal. Igen, ott kis baki került a pakliba, hiszen én mondtam egy olyan taktikai változtatást a srácoknak, hogy picit emeljenek a hátsó szárnyon azt, aminek nem jött be, nem fekszik a stílusához. Ott talán ezért pördült meg párszor. Én ezért is így elnézést kérek. Megesnek az ilyen dolgok, de persze. Akár jól is elsülhetett volna. Jó látni azt egyébként, hogy folyamatos kommunikáció zajlik itt csapaton belül, segítitek egymást, illetve azért egyre erősebb a mezőny, és ez jó, hogy nem egy csapatos a VB, hanem több csapatos. És akkor nem is tartanálak föl. Gratulálok még egyszer a harmadik helyedhez, és megköszönöm neked is az interjút. Nagyon szépen köszönök, én is gratulálok mindenkinek. És hát akkor mi búcsúznánk is, hiszen későre jár. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk majd Szentligával, szintén 20:00-tól. Tartsatok velünk akkor is. A héten holnap lesz még adás, VSR ATCC bajnoki futama, illetve majd csütörtöki nap, az még kérdőjeles, de az biztos, hogy pénteken és vasárnap este a FAMO Racing bajnokságokkal várunk titeket, úgyhogy nézzetek bennünket akkor is. Én Fáj András voltam, köszönöm szépen a figyelmet, kommentátortársamnak Tóth Dánielnek pedig a segítséget, sziasztok, jó éjszakát! Köszönjük szépen, jó éjszakát nektek is, hello! Sziasztok! Sziasztok!